Baltis Attila marosvásárhelyi születésű József Attila díjas író-fotográfos. Családjával 1984-ben költözött Budapestre, amikor apját megfosztották román állampolgárságától. Budapest mellett Jáva szigete lett választott otthona. Az év nagy részét Indonéziában tölti. Bemutatkozó regényét, a Sétát 95-ben írta. Második regényéből, a Nyugalomból, amelyet közel 30 nyelvre fordítottak le, színházi előadás és film is született. Közben novellákat és tárcákat is írt. Bogdán Zsolt színművész legutóbb a szerző Bartis Attila jelenlétében vitte színre Marosvásárhelyen Amikor című előadását, melyet Bartis novelláiból állított össze. Az előadást követően a szerzővel beszélgettünk. 920-ban nagyapám ráparancsolt a brit Aztán 920-ban nagyapám ráparancsolt a prímás, hogy addig húzza a himnuszt, ami a románok szét nem lövik a kocsmáját. Persze nem lett az egész szétlövésből semmi, mert a románok elakadtak a főtérre, ott kínlódtak a szerencsétlenek, a Kossuth szoborra próbálták ledönteni, de hiányzott még belőlük a rutin, amely azért oda is volt állítva, rendesen, szóval. Eszükből nem jutott az oroszlánt szétlövetni. Nagyapám meg csak várt a sortüzet, húzott a himnusz, minden balsors, akit régen tépnél, rót egy strigulát a kenyérszerővel a pultra, de olyan fájdalmas, amit az erejt vágná éppen. Ha bemutatják Bartis Attilát, akkor elkerülhetetlen a város neve, ahol született, Marosvásárhely. Önben hogyan él ez a város, vagy milyen utcák, milyen terek, milyen emlékek vannak, amelyekről lehet, hogy a budapesti barátainak mesél? Milyen történeteket tud vinni? Hát ugye az íráson túl. Két város él bennem. És ez a két város nagyon-nagyon élesen különválik egymástól. 84. november 14-én mentem el, tehát ez egy olyan dátum, amit soha az életben nem fogok elfelejteni, 16 éves voltam akkor. És úgy mentem el, hogy nem saját érdemből ugyan, tehát ez árukapcsolással történt alapvetően apám miatt. De 90-ig a rendszer vált, 90 januárjáig nem jöhettem haza. Tehát nem engedtek be az országba. Tehát 6 esztendő telt el úgy az életemből. Ami azért csalóka, mert ez a 6 esztendő, ez csak utólag 6 esztendő. Tehát akkor, amikor megéli az ember, akkor ez maga a valóság, és egy örökké valóság. Tehát félreértés ne essék, 89. novemberében még senkinek eszébe nem jutott volna, hogy mi lesz decemberben, és hogy hogyan ér véget, vagy egyáltalán, hogy akkor véget ér ez az a rendszer, ami akkor itt tombolt. És ez alatt, a 6 esztendő alatt Vásárhely gyakorlatilag egy mitikus várossá vált. Egy olyan várossá, amely gyakorlatilag tetszhalott állapotba került. A Csipke Rózsika álom az túl könnyű párhuzam lenne ilyen szempontból. Tehát mindenképpen elszakadt a valóságtól, a külső objektív valóságtól, egy belső valósággá vált, egy magánmitológiává vált. És 90. január legelején, amikor először hazajöttem 6 esztendő után, akkor szó szerint sok hatásként ért minden apró kis változás, ami ahhoz képest bekövetkezett, mint amikor én itt hagytam a várost. Kik haltak meg, kik mentek el, kik változtak meg, mert az ember megváltozik 6 esztendő alatt. De ugyanez vonatkozott a terekre, épületekre, bármire. Ez egy nagyon kritikus történet volt.
és nagyon hosszú időnek kellett eltelni ahhoz, amíg ez a vásárhely megmaradt, tulajdonképpen mind a mai napig, tehát ez a belső métizált vásárhely, és éveknek kellett eltelni ahhoz, amíg megszületett vagy újra született egy valóságos vásárhely. Tulajdonképpen a legnagyobb fordulópont ez utóbbi a valóságos várossal kapcsolatban az az volt, amikor 16-ban itt rendeztem a színházban. Az volt a legelső alkalom, 84-től számítva, amikor én úgy voltam vásárhelyen, hogy nekem dolgom volt. Tehát minden reggel felkeltem, bementem a színházba, próbát tartani, és így telt el több mint 2 hónap az életemből. És ez volt az a periódus, amikor megszületett az az új valóságos város, ami itt most minket körülvesz. De ez nem számolta fel a másikat. Tehát a kettő az egyszerre működik. És az az érdekes, hogy a mai napig a munka közben, tehát most írást értem alatta, az első, ez a mitikus vásárhely kell életre, és az kezd működni. Tehát ha valahol megjelenik a város, a mai napig egy szövegben, az ez a mitikus város, ami 10 éves korában rögzült az emberbe valamilyen módon. 90. januárjában akkor nem volt kérdés, vagy amikor decemberben kiderült, hogy itt változások lesznek, hogy haza kell jönni, és meg kell nézni ezt a várost. Az nem volt kérdés, hogy mondjuk kell lemaradni? Én éppen Németországban voltam, Göttingenben, amikor megtudtam, hogy Ceausescut kivégezték. És ugyanazon a napon tudtam meg, hogy apa leszek. Hát egy napra esett a kettő. És mivel apa lettem, ezért gyakorlatilag lehetetlenné vált az, hogy Göttingenből egyenesen vásárhelyre jöjjek. Tehát megálltam Budapesten. De akkor még nem volt a feleségem, Tulipán Katalin. És otthon töltöttem pár napot, és utána jöttem, és nem egyedül jöttem, mert egyedül nem mertem jönni. Tehát az egyik, nem az egyik, hanem a hozzám legközelebb álló nem családtagom, mondjuk így Kemény István, tehát ő jött velem. De akkor abban a helyzetben felmerült az is, hogy esetleg hazaköltözni. De gyerek születése, meg nagyon sok minden más, azért ezt egy picit bonyolultá tette, és végül is a két lakiság lett belőle, vagy a folyamatos ingázás, nem annyira vásárhely között, mert hogy nekem vásárhelyen nincsen ott, fedél a fejem fölött, de van legközelebbi barátaimnál, azt meg nem tudnám elképzelni, hogy szállodában aludjak vásárhelyen. Hát azt valahogy kizártnak tartom. De Gyergyószárhegyen, apám szülőházában, tehát hogy nagyon hosszú időn keresztül nagyon sok időt töltött, tehát a gyerekeim mondhatni itt tanultak járni Szárhegyen. És ez tartott nagyon sokáig. Aztán ez is megváltozott, tehát az utóbbi időben úgy alakult az életem, hogy egy másfajta ingázás kezdődött, tehát most tulajdonképpen Magyarország, Erdély és Indonézia, Jáva szigete között ingázok már 2014 óta. Így kevesebbet vagyok itthon, mint szeretnék. Most ez a járvány, ez meg hosszú időre végképp lehetetlenné tette a hazajövetelt. Hát valahogy be kéne álljon egy egészséges egyensúly. Nem könnyű. Ugye itt az elején említettem, hogy a Bartos Attila bemutatásánál Marosvásárhely neve elkerülhetetlen, de mondom ezt azért, mert mi valahányszor akár színházi előadások kapcsán, akár könyvek kapcsán beszélgetünk Attiláról, akkor mindig mondtuk, hogy a Marosvásárhelyi származású Bartos Attila, mert innen nézve örülünk, hogy ugye ide jön haza.
Budapesten nem tudom, hogy mennyire emelődik ki ez a város neve, de én arra lennék kíváncsi, hogy... Biztos, hogy kiemelődik valamilyen módon, persze. Vagy legalábbis amennyiben rajtam múlik, vagy hogyha én beszélek, hogy hát, hogy mások tőlem függetlenül, csak úgy simán a szövegek alapján mennyire tartják számon, vagy emelik ki, azt nem tudom, meg azzal nem az én dolgom ezzel foglalkozni. De hogyha én, ugye, tehát a hovatartozás, az identitás kérdése, az nem egy nagyon egyszerű dolog, és ez egy picit olyan, mint a hagymahéjak, ahogy így épülnek egymásra. Tehát nem mindegy, hogy hol kérdezik az ember. Tehát itthon Erdélyben én vásárhelyi vagyok. A Budapesten erdélyi vagyok. Ha kikerülök a magyar nyelv területen kívülre, akkor magyar vagyok. Hogyha kikerülök Európából, akkor nyugati, fehér ember vagyok. És ezek mind valóságos válaszok. Az, hogy mikor, hol, melyik kap nagyobb hangsúlyt, az pedig környezetfüggő, helyzetfüggő. Mindegyik én vagyok, tehát hogy hozzám tartozik. Nyilván a Marosvásárhelyiségemnek Indonéziában, Dzsokdzsakartában nincsen túl nagy jelentősége. Nem is ez alapján definiálom elsősorban önmagam, mert nincs amiért, mert nincs jelentése. Tehát ugyanúgy, ahogy valószínűleg az ön számára sem jelent túl sokat az, hogy Dzsokdzsakarta. Tehát én például hosszú éveket, 40 jó pár évet éltem le úgy az életemből, hogy azt se tudtam, hogy ez a város létezik a világon. Most meg ott zajlik az életemnek egy jelentős része. Tehát ott a nyugatiságom, a kereszténységem, a fehér emberségem, tehát az, ami nagyobb hangsúlyt kap. De ez természetes, ezzel nincsen semmi baj. És Jávaszigetén a hivatása, az írói lét, a fotóművészi lét, az mennyire vagy hogyan kerül előtérbe az ottani közösség számára? Semennyire, hála jó Istennek. Az írósággal nem is nagyon tudnának mit kezdeni, tehát ott az irodalom az irodalomnak ott nincs akkora súlya, mint nyugaton. De még akkora sincs, mint mondjuk a kontinensen, Kínában, vagy Koreában, vagy máshol. Tehát ez egyébként nem így van, tehát hogy mi az irodalom alatt hajlamosak vagyunk most már az írott, nyomtatott irodalmat érteni, és az, ami az orális kultúrában jelenik meg, arról hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Van, nagyon erős irodalom van ott is, tehát a Ramayana, a Vajang előadásoknak a szövege, amit egy dalang elmond egy ültében 9 órában, és ráadásul úgy, hogy azt aktualizálja, tehát a helyi falu közösségre átköld bizonyos részeket belőle. Tehát ilyen szempontból jelen van az irodalom Jáván, de az, hogy az embereknél otthon a könyvespolcon ott álljon Goethe, Dostoyevsky, Tolstoy, Kosztolány, nem, tehát ez nincs. Ezzel én nem nagyon találkoztam. Tehát ott ez háttérbe szorul, de nem is baj. Tehát ott tudja az ember megtapasztalni azt, hogy ki és mi ő ott egy másik ember számára, abban az adott helyzetben és abban az adott pillanatban, anélkül, hogy a másiknak bármiféle tudása lenne az ő addigi munkásságáról, múltjáról, hovatartozásáról, bármiéről. Tehát ott ilyen szempontból tényleg az itt és most számít. És az azért nagyon jó, hogyha van ilyen helyzet az ember életében. Van, akinek ez jelent problémát, hogy én éltem egy életet valahol, emberi kapcsolatokat kötöttem, a hivatásomat űztem, tehát, hogy ahogy mondani szokták, letettem valamit az asztalra. Aztán
elmegy valahová, és előről kell kezdeni mindent. Igen, de nekem nem kell ott előről kezdenem, mert én ott egyszerűen leülök az íróasztalomhoz, és végzem a munkám, vagy fogom a fényképezőgépem, és kimegyek a hegyekbe, vagy bárhova, és végzem a munkám. És azt a munkát, amit elvégeztem, onnan hazahozom. Tehát amit ott írok, az itt jelenik meg, amit ott fényképezek, az itt lesz kiállítva. Tehát még a jáván készült képeim is magyarországi, budapesti kitérővel jutnak vissza aztán esetleg Jávára. De ezzel nincsen semmi baj. Tehát, hogy az, amit a... Tehát azok a dolgok, amelyek a közszereplésnek, vagy nem tudom minek a hozadékai, azok kellenek egyébként, tehát szerintem hazudik, aki azt mondja, hogy ő arra teljesen immunis, és egyáltalán nem érdekli, de annak is van egy egészséges mennyisége, mértéke, és az meg megtörténik itthon. Tehát egy olyan esetből, mint amilyen ez a mostani volt itt, ebből gyakorlatilag hosszú hónapokig, hanem évekig tud táplálkozni az ember, vagy kielégült az az igénye, ami arról szól, hogy itt százvalahány embernek valami fontos volt. Haza lehet menni, lehet dolgozni. Tehát. Közben azért keresgéltem itt, mert én utoljára az Eltűnt idő nyomában olvastam, és napokig gondolkodtam ezen a két soron, hogy az írás nem feltétele az irodalomnak, az irodalom a fogalmi gondolkodás, vagyis az emberként való létezés egyik legelemibb megnyilvánulása, hogy akkor mi is a feltétele, mert hogy valahogy ugye ez hámozódott ki az előbbi gondolatokból is, hogy akkor mi az irodalom, vagy hogyan látja az irodalmat Bartis Attila? Ha belülről nézem, önmagam felől, akkor nincsen túl sok elemezni való rajta, létszükséglet. Tehát, és nem akarom ezt túl mitizálni, de evidenciaként van jelen az életemben. Gyakorlatilag azt is mondhatnám kis túlzással, hogy amióta az eszem tudom. De ez nyilván azt jelenti, hogy az idő múlásával számtalan változáson esett keresztül a dolog, meg más írónak, vagyis alkotónak lenni, meg más befogadónak lenni, meg hogy a kettő miként van együtt, hogy hat egymásra, mi az, amihez hozzányúlok, mármint a könyves polcomon munka közben, mi az, amihez hozzányúlok akkor, amikor egyáltalán nem megy a munka. Tehát az, hogy számomra mi az irodalom, az Isten igazából nem is nagyon boncolgatom ezt a kérdést. Hogy a közvetlen környezet, vagy a társadalom számára mi hol van, szerintem most egy nagy, tehát most egy olyan időszak kellős közepén vagyunk, amikor ez nagyon-nagyon változik. És én ennek, hát ha őszinte akarok lenni, nem tudok tiszta szívből örülni. Nyilván az ember azt gondolja, hogy az az igazi, az a jó, ami az övé. Amiben ő szocializálódott, amit ő megtanult, amit ő teremt. Úgyhogy ezt kellene valahogy megtanulni. Ez egyébként mindig így van, de most egy olyan szakadék szélén állunk, amit még nagy kérdés, hogy ezt sikerül-e áthidalni, ezt a szakadékot, vagy belezuhanunk, ez még nem derült ki. De a vizualitás, a képi kultúra az olyan mértékben lett jelen a mindennapi kommunikációnkban, és nem tartjuk számon, de közben tudnivaló, hogy ez, hogy alapvetően most már képekkel lassanként többet kommunikálunk, mint szöveggel. Ez miként hat ki a gondolkodásra, a gondolkodás miként hat ki az érzelemvilágra. Szerintem itt egyszer csak a fal fogja adni a másik pofont, én attól tartok. Vagy legalábbis egy akkora kulturális, meg érzelmi, meg mindenféle szakadék fog itt beállni az emberiség eddigi tört,
történelme, története között, meg a között, ami most jön. Nem akarok én ördögöket festeni a falra, félreértés ne essék, meg az is lehet, hogy ennek ez a rendje is módja, de megmerem kockáztatni, hogy a világ sok részén, nem föltétlenül itt nálunk, de a világ sok részén már, hogyha az embereket választás elé állítanák, hogy miről kell lemondaniuk, tehát, hogy funkcionális analfabéták lesznek, cserébe viszont annyi szelfit készíthetnek, amennyit akarnak, vagy pedig többé nincsen szelfi, de tudsz írni, olvasni, úgyhogy azt érted is. Könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy többen választanák az előbbit. Ez ijesztő, de ez van. És ez nem csak az irodalomra hat ki, hanem ez a fotográfiát is átírja mindenestől. Tehát, hogy mostantól valószínűleg már egészen másképpen fogunk, tehát olyan képözön vesz körül. Tehát, hogy amióta mi beszélgetünk, azóta több millió kép készült. Nem, több 10 millió kép készült, pedig pár perce beszélgetünk összesen. De ez még hagyján, a több 10 millió kép között kétségbe vonhatatlanul van nagyon sok elképesztően jó fotográfia is. Ez az özön, ez ebben élünk, ez minket körülvesz, meghatározza a kommunikációt, meghatároz szinte mindent az ég egyet a világon. A hírekről nem is beszélve, tehát hogy mennyire lehet manipulálni a híreket adott esetben képekkel, mert a verbális része az egyszerű. Hazudott, nem hazudott. Kiderült, nem derült ki. Hát azt mindig azt hiszük, hogy az igazság mindig kiderül, aztán kiderül, hogy általában nagyon ritkán derül ki. tehát, hogy ez ilyen, a kép az ilyen szempontból veszélyesebb. Tehát, hogy eljutottunk ezen a szinten az őrületnek addig a szintjéig, hogy teljesen simán bele lehet rakni egy híradóba háborús, a szomszéd országból háborús tudósításként egy olyan képfelvételt, ami egy videójátékból származik. És ezt egyik pillanatról a másikra valóság ábrázolásként átveszi a világ majdnem összes hírcsatornája. Tehát nem arról van szó, hogy egy ember megbolondult, vagy felelőtlen volt, vagy nem tudom mi, és akkor úgy gondolta, hogy ő ezt ide beteszi, hanem elfogadjuk a valóság ábrázolásaként azt, ami egy virtuális térben született számítógépes programmal. De innentől kezdve mi nagyon nagy bajba vagyunk. Igen, és ez még veszélyesebb lehet. Igen, és innentől nézve az, hogy az irodalom szerepe, mekkora, azt elég megnézni a könyvkiadást. Hát, hogyha a könyvkiadás az egy ilyen szép kör, ebből az, amit mi irodalomnak nevezünk, az körülbelül egy 8-10%-nyi cikk. Ennyi. Az összes többi könyv, és most nem a virtuális létről beszélek, hanem a könyvesboltokról. Tehát az összes többi könyv, az mind olyasmi, ami messze irodalmon kívül, vagy ilyen szakkönyv, vagy szórakoztató, vagy tudományos, vagy ismeretterjesztő, vagy nem tudom mi. De ez nem azt jelenti, hogy nincsen súlya, meg azt is lehet látni, hogy vannak olyan részei a világnak, ahol a nagy zuhanás után most újra emelkedni kezd az irodalom presztízse, az írástudók véleményének a szerepe, súlya. Tehát a nyugati világban azért ez néha már előfordul. Tehát, hogy de olyan nagy valószínűséggel már nem lesz, mint mondjuk volt a Mára idején. Tehát Mára írja le a naplójába, hogy ugye ott bujkált, és egyszer csak mégiscsak szembe találta magát a Vörös Hadsereg kis katonájával, aki megkérdezte tőle, hogy mivel foglalkozik, és ő félve gondolta, hogy még mindig az a legjobb, hogyha igazat mond, töredelmesen bevallotta, hogy író.
amire a szemmel látható a muzsik származású orosz katonafiú előszedte a hátizsákjából a kenyerét, kettétörte és a felét odaadta márainak. Ilyen már nem nagyon lesz. Én azok közé tartozom, akik ezt visszasírják, de... Szerencsére önnek nem kell választani a fotográfia és az irodalom között, de hiszem, hogy más-más önkifejezési formát jelent. Mert nem tudom, fotóval el lehet-e mondani, hogy milyen volt nem, a gyermekkor a, kettőt. A kötelesben? Nem, nem lehet, és nem is kell. Tehát nem... Elképesztő időt, energiát és tudást fecsérelünk arra, hogy összehasonlíthatatlan dolgokat próbálunk összehasonlítani. De tényleg, tehát, hogy akadémiai könyvtárakat töltünk meg ilyesmivel. Komolyan. Nincs értelme. Tehát, hogy annyira másképpen működik a fotográfia, egyáltalán a vizualitás annyival másképpen működik, mint a szöveg, az irodalom. Másképp hat, más a struktúrája, az érzelmekhez is más. Nem kell összehasonlítani. Hála a jó Istennek, van nekünk mindkettő, és hála jó Istennek egy ember életén belül is jelen lehet mindkettő. Ennyi. Ezzel szerintem nincs értelme többet foglalni. Lehet persze elemezni, meg okosakat mondani, csak minek? Attól a lényeg nem fog változni. Attól én még ugyanúgy a kezembe fogom venni a fényképezőgépet, meg ugyanúgy le fogok ülni az íróasztalomhoz. Mi pedig ugyanúgy fogjuk olvasni a történeteket, és ugyanúgy megnézzük a fotókat, mondjuk, hogyha eljut hozzánk kiállítás formájában, mert hogy ugye itt Marosvásárhelyen is a Kultúrpalotában láthattuk a fotóit. Én közben pedig arra is kíváncsi vagyok, hogy az a koffer, amelybe belecsomagolta a Jóisten segítségével Marosvásárhelyt valamilyen formában, még mi mindent tartalmaz, vagy tele van-e még? Tele van. Az tele is marad. Az egészen biztos. Ez nem azért merem mondani, hogy biztos, mert nem elhatározás kérdése. Tehát annyival könnyebbé tette volna az életem, hogyha én ezt egy elhatározással ki tudtam volna dobni az ablakon. Két kofferem van, ez az egyik, ez a maga módján egy fiktív koffer, van egy valóságos is, anyámnak a holmiéval, az ugyanúgy megvan, ugyanúgy nem lehet tőle megszabadulni, mint ettől. Két kofferrel jobban lehet egyensúlyt tartani. Ez ilyen. Mi lenne, ha legalább az az utcán itt maradna, kérdeztem, de igen, meg sem hallottam volna, szinte egyetlen mozdulattal csomagolta be a Borsos Tamást, a pékséggel, meg a rendőrséggel együtt, aztán a főteret, a világórára pedig ilyen marhaságot bárhol talál az ember, és bárhol talál ismeretlen katonát, tegye be végre a Trébei utcát elvégre, az én csomagom! Mi az, hogy ne válogassa? Mi az, hogyha kellett az íróasztal, akkor kelljen mellé a házkutatás is? Mi az, hogyha kellett a pokróc, vigyen vele együtt a halottat is? Mi az, hogyha annyira kell a Trébei, akkor elfér mellette a Borsos Tamás is? És mi az, hogyha nem kell a minden, akkor vigyek egyetlen fogkefét? Mondom, jól egymásnak estünk, de végül becsomagolt a vegyipari kombináttól a szőlőhegyig, majdnem mindent. Mit üzenne annak a 15 éves Attilának, akinek még Marosvásárhely a világ, és itt van az otthon, és a biztonság már nem biztos, de hogy itt van minden, amire alapozni lehet? Az, hogy igazán felelősséggel merjen az ember üzenni bármit, ez nagyon kockázatos. Tehát
Mert hogy a mostani tudásunk birtokában üzengetünk visszafele, vagy üzengetnénk, hogyha lehetne. És ebben a pillanatban úgy változik a világ, tehát úgy változik a tudásunk is, hogy az, amit tegnap üzentünk volna, vagy tegnap előtt, az egyáltalán nem biztos, hogy ma is ugyanúgy érvényes. Tehát ha most elkezdek gondolkodni azon, hogy mit üzentem volna járvány előtt, mit üzentem volna járvány után vagy közben, de még inkább mit üzentem volna az orosz-ukrán háború előtt, és mit üzennék most a háború alatt, amiről még nem tudjuk, hogy mi lesz annak a vége. Ez nagyon-nagyon változó. Azt az egyet biztosan üzenném neki, ez bármilyen helyzetben üzenném neki, hogy próbálja meg elérni azt, amit nekem nem sikerült elérnem. Mindenestől felnőni. Tehát úgy vinni magával azt a koffert, vagy adott esetben két koffert, hogy ő, hogy közben szabad maradjon a két keze. Az lenne jó, hogyha ez be tudna következni. Nem nagyon tud. Nem csak az én esetemben, nem tud, szerintem senki esetében. Tehát, hogy valaki így, vagy úgy, vagy amúgy, de nem is mindenki, de nagyon-nagyon sokan ezzel kell megküzdeni, ezzel kell leélni az életet, vagy megtanulni leélni valamilyen módon. De erre alapozni is lehet? Vagy lehet-e? Lehet rá alapozni is, de ami gyümölcse születhet ennek, azzal azért úgy általában utólag szembesül az ember, hogy igen, akkor itt most ebből lett valami, ami mondjuk jónak nevezhető, vagy hasznára válhat esetleg másoknak is, mert végtére is ez lenne a lényeg a dolognak. Tehát, hogy az, hogy én önmagammal mit kezdek, az még az én privát ügyem. Tehát az onnantól kezdve érdekes, hogy valaki másnak tudok-e adni valamit, ami az ő hasznára is válhat. De nem kell ezt túl misztifikálni, de ez van. Tehát ez lenne a lényege mindennek. De ezt közben úgy kell művelni, hogy az ember meg a szabadságát ne adja fel. Tehát ott van az írástudó felelőssége, de nem lehet tekintettel lenni az olvasóra. Ezek ilyen egymást kizáró dolgok, vagy folyamatosan egymásnak feszülő dolgok. De hát ez egy ilyen műfaj. Ez ilyen. Köszönöm szépen azt, hogy harcol ezzel a mindennel, illetve hogy mi is láthatjuk ennek a gyümölcsét, mert úgy érzem, hogy azért nem könnyű szembenézni ezekkel a történetekkel, vagy kétségtelenül nem az, de siránkozni miatta nem lenne szép dolog. Jó, hogy kapunk belőle mi is. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.